Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. Sziasztok, kedves fiúk és lányok! Eljött a mai napi Hearthstone Noxramas Heroic küzdelemnek az ideje. Hát a mai napi terítékre egy újabb ellenséges hős kerül, Knut Plaugenbringer. Na, mondjuk úgy, hogy az a neve. Nem igazán tudom kiejteni ezt, mert eléggé ilyen kacifántos, de nevezzük szerintem csak simán Knutnak. Én Knutnak fogom. Na. Neki az a különleges képessége, hogyha le tudja az ütni valamilyen módon a egyik minionunkat, akkor egy 5-5-ös csontváz lesz az ő oldalán, a mi halott minionunkból. És hát ezért nagyon kell vigyáznunk a minionjaink életben maradási esélyt, mindenképpen meg kell próbálnunk a lehető legjobban megnövelni. Mert különben bizony nem fogjuk tudni legyőzni ezt a nyomorútat, és hát igen, eléggé nehéz. Mondjuk, hogy én is igencsak megszenvedtem vele, de azért nem lehetetlen. És mint a tegnapi adásból láthattátok, hát megmutattam, hogy én milyen lapokkal voltam eredményes, hát ha valakinek ugyanígy be fog ez jönni. Hát most ezt a 3 manás kártyát használtam, ami plusz 2 atakot adott a hősömnek. Hát most ráverek el a tauntra, aminek az a különleges képessége, hogy miután megsemmisült, egyet sebez mindenen a csatatéren. De még jó, hogy nem tudtam leütni, mert így kapóra jön majd a 4 manás swipe kártyám. Íme ott látható. Nem ez, hanem ez, igen. Aminek a különleges képessége, mint már múltkor is valamik adásban említettem, hogy 4-es sebez a kijelölt minionra és minden másra egyet. Úgyhogy most tökéletesen el tudtam pusztítani mindent. És jött ez a Necroknight, aminek az a különleges képessége, hogy ha miután leütjük, a két oldalán megtalálható szövetséges minionokat is magával viszi a sírba, úgyhogy ez a részemről lesz tökéletesen jó. Már csak az a kérdés, hogy le tudom-e ütni. Reményem szerint most a hősömet fogja támadni, így is van, nagyon jó. És most szerintem egy tauntot fogok varázsolni. Íme, és az 5-5-ös kártyámból már egy 7-7-es lett, úgyhogy még életben is fog maradni. És mind a két ellenséges minion megsemmisül. Úgyhogy azt hiszem most vettem át a mérkőzésen a kezdeményező szerepét. De még nagyon messze van a vége. És hát mindenképp azt ajánlom, hogy nagy HP-ú lapokkal próbáljatok meg létezni. Na most ez a lap ez pont kapóra jött, mert hát csak 2 HP-ja volt annak a tauntomnak, de így most, hogy megcserélte az atakját a healtjával, így egy darabig még védelmet fog biztosítani számomra. És most lerakom ezt az Archmage-et, ami 4-7-es, és plusz egy spell damage-et ad, ugye, ami az később talán még jó is lesz valamire. Ja igen, Knutnak a kedvenc egyik eljárása az, hogy előszeretettel használ secret lapokat. Ami egyrésztről jó, és a másrésztről nem, mert a javarészt a duplicate-et használja, hogy ne fogjon ki a lapokból. És még olyan secretet szokott használni, hogy olyan varázslat semlegesítő. Magyarán, hogyha használni akarunk egy varázslatot, akkor meghiúsítja, tehát elpocsékoltuk a manánkat. És hát majd még meglátjuk, mit tartok a sors számunkra. Mindenesetre ezt a 2 darab ellenséges miniont le kéne ütni. Hát... Szerintem én az Archmage-el leütöm a tauntot. És hát most mind a két minionom, mondjuk úgy, hogy hát az Archmage az 2 damage-et fog beszenvedni, még a tauntom az 1-et. De még azzal le is kéne ütnöm a másik lapját is. Mert annak az a különleges képesség, hogy ha lerak mellé egy ilyen dízítőt, vagy mi a túrót, na akkor még egy plusz 1-en nő az atak, úgyhogy azt akkor érdemes megsemmisíteni, mihelyt lehet. Na, de egyelőre az ő minionjai meghaltak, és hát nekem az enyém azok szaporodnak, hála jó Isten, itt viszont a secret lapok száma is szaporodik a ellenséges hősünknél. Úgyhogy most nagyon jó kérdés, hogy mit kéne tenni. Szerintem megint lerakok egy spell damage-et. Meg hát le fogom ütni ezeket a lapokat. Hát a tauntomat az hanyagolni fogom, szerintem a var golemmel fogom leütni azt a izélapot. Mondjuk 5. Ő, hogyha megsebződik, akkor ad egy plusz kártyát a ellenfélnek a kezébe, mivel most ki is nyírtuk, de azért egy lapot még adott a kezébe.
Ja, és már 40-re levittük a HP-ját, és már 4 milliónunk van lent a csatatéren, úgyhogy az elég biztató. Bár Nurtnak van egy nagyon genyó varázslapja, amit remélem, hogy nem fog előrántani a tarsójából, mert akkor cseszhetem az egészet. Amit attól kell nagyon óvakodni, mert az megsemmisíti az összes ellenséges miniont, vagy a mi minionunkat, és mivel azok megsemmisültek, így nekik lesz 5-5-ös csontváza, és hát mondjuk nekem most 4 minionom van lent, ha azokat most megsemmisíteni, kvázi akkor 4-5-5-ös csontvázal kéne szembenéznem, és hát azzal nem igazán tudnék mit kezdeni, megmondom nektek őszintén, és akkor hamar vége is lenne a játéknak. Ajaj, mit évő legyek? Szerintem lerakok még egy tauntot, biztos, ami biztos lapon, már csak egy lap van a kezébe, imádkozom, hogy ne kerüljön az oda, mert akkor nekem végem van. De egyelőre, hála a jó Istennek, még nem jött el ennek az ideje. Aj, viszont egy minimumot le tudta ütni, és ímen meg is jelent nála az 5-5-ös csontváz, hogy szakadna meg. Igen, és még szöveggel is, hogy azért érezd a törődést. Na de, azt hiszem most a 4 manás kártyámat fogom használni, és még a hősöm különleges képességét, és akkor a hősnek a támadása az el fogja érni az 5-öt, és azzal le tudom ütni azt az egy darab csontvázat. És utána még meg kéne semmisíteni azt a másik 2 miniont is. Viszont a középső minionnak az a különleges képessége, hogyha meghal egy szövetséges minion, akkor egyel nő a támadása. Magyarán én most le fogom ütni azt a csontvázat. És hát akkor a 2-3-asból 3-3-as lesz, de hát még ez még mindig jobb, mint egyéb lenne. Mit látható, meg is nőtt az atakja, de leütöttük, és... Hát szerintem most támadom egyből a hősét, mert hát azzal a... ezével úgyis be fogja támadni a... tauntomat, így legalább még plusz 2 damage-et be tudtam vinni a hősnek, és megint megjelent a következő csontváz. Hú, de nem egyszerű ez. Na. És most kérem szépen azt fogjuk csinálni, hogy tápolok magamra 8 életerőt, leraktam még ezt a vargólemet, és minden egyes erőmmel ütöm azt a fránya őst, hát ha megpusztul itt a végén, már nagyon necces lesz. Leütötte a tauntomat, hát ez meg is szűnt létezni, és hát igen, így szépen megjelentek a csontvázak. De ha az Isten is megsegít, most 14-et tudok támadni, plusz a hős különleges képesség az már 15, így mert aztán még több. Mert ő plusz 2 damage-et ad, vagy damage-et, hát igen, plusz 2 támadást ad minden karakternek. Nagyon jó. Egy kör erejéig immun is lett a drága hősünk, mármint a Nut. Úgyhogy még valahogy ki kell húzzam. Hát mondjuk a HP-m az még elég sokáig bírja, úgyhogy lerakom ezt a nagy dögöt. Leütöm azt a kártyát, mert hogyha bármilyen más lapját ütném le, akkor ennek a kártyának az a különleges képessége, hogy egy újabb kártyát ad neki a pakliból. De ez duplikét szekret volt, úgyhogy most megint az van a kezében, hogy szépen le is fogja pakolni. És leüti a vargóleimeimet, és tele van csontvázakkal. Na látjátok, erről beszéltem, hogyha még nagyon elhúzódna ez a küzdelem, akkor bizony nekem megint reszeltek. De reményem szerint azért ennyire nagyon nem fog elhúzódni. Hát most 6-ot tudok támadni, és már megint a hősömre ment. Minionokkal csak akkor támad minionra, hogyha le is tudja őket ütni. Amúgy nem nagyon szokta, és... hát ez a Swordfish Champion, ez most kihúz engem a szarból, mert így ezzel megnöveltem egyel az atakját, plusz a hősöm különleges képességével. És így pont 8-ot tudok rávenni. Hölgyeim és uraim, megnyertjük ezt a heroik küzdelmet. Remélem tetszett ez a rövidke kis epizód, amivel szolgáltam nektek. Találkozunk a következő epizódba. Jó szórakozást mindenkinek!